Szeretném bemutatni ezt a Reg Goliath maroggász fegyvert. Ez a fegyver a német Umarex cég által gyártott fegyver. Tokjából kivéve is lehet látni, hogy kicsi a mérete. A német Umarex gyártmányú Reg Goliath, amilyen kicsi, olyan erős. A legkisebb méretű zseb vagy táskapisztoly, ami mérete ellenére igen hatékony, hiszen 9 mm pakpatront tüzel ki. Rejtett viselése ideális választás, nőknek is különösen ajánlott, már csak a mérete miatt is. A fegyver egyébként félautomata rendszerű. Félautomata rendszerű, minden lövés után, ellövés után újra tölt, és az utolsó patron ellövését követően a szál hátul marad. Tehát aki van lőve, az összes tölti, akkor ugye ilyen állapotban marad. Utolsó lövedék eltavazását követően. Tehát nem húzza vissza. Napi viselésre is kívánom alkalmas, kakas nélküli szerkezet. Tel van a fegyver. Lehet látni, nincs rajta kakas, és ez miatt előrántáskor nem akad el a ruházatban, hogyha az ember előrántja a fegyvert. Tokbiztosítót jobb oldalon helyezték el rajta. Tárkapacitása az 4 darab lövedéket tárolhat magában. Hossza a fegyvernek 134 mm. Súlya az 420 g-os, tehát majdnem fél kilós a kis fegyver. 9 mm-es pak kaliber, anyaga spiáter, elsütő szerkezet az SA rendszerű. És a hatásos lőtávolsága az olyan 3-4 méter között letehető. Igazából többfajta lövedék vásárolható hozzá, különböző színjeléssel van ellátva. Van ebből vörös, van a zöld, ami csak riasztó, a piros az paprikasprét tartalmaz, a sárga meg egyéb vegyi gázt. Betárazása ugye egyszerűen történik, minden más fegyvernél. Most kettőt teszünk bele, fölcsattintjuk, és ugye ilyenkor még nem kerül a szerkezetbe a... És most van csületölve a fegyver, tehát most, ha a biztosító le van húzva, akkor ugye elsüthető. Arra kell figyelni, mint szintén minden fegyvernél, hogyha kitárazzuk, tehát itt ugye csak egyet látunk ilyenkor. Egy lőszert, ezt kivesszük. Ezt tudni kell, hogy ettől függetlenül a csőben is ugye található. Még amit ugye kitározás követően kiveszünk a csőből, és ugye így marad a fegyver. Amit a tárat kivéve lehet visszahelyezni az eredeti állapotába. Azt kell tudni még ugye a gázriasztó fegyverekről, hogy önmagában a tartása nem kötött engedélyhez, tehát magánterületen tartható, elzárt állapotban. Viseléséhez rendőrhatóságtól kell engedély, ami azt jelenti, közterületen az illetőnél lehet a fegyver, rejtett állapotban. Nekem is volt korábban fegyverviselési erre, ilyenre, de én azt le is adtam még annak idején. Nekem korábban egy szintén Umarex cég által gyártott Walther P22-es fegyverem volt, ami sokkal nagyobb ennél. Ez egy mini méret ahhoz képest. De hatékonyságban meg talán még
le is körözi a Walther P22-t. És nézzünk egy bemutatót akkor róla.